Csontritkulásra jöttem elsősorban, ez már nagyon régóta érdekelne, csak mindig kimaradtam belőle. Jó idő van, megvárjuk. Hát, ha van egy kis gond, de megelőzzük talán, ha siker. Könnyebb szerintem így az embereknek ide kijönni, mint hogy most orvoshoz elmenni, sorban állni, időpontot kérni, és szerintem ez ugyanolyan biztos, mint amit az orvos mond. Ezért is érdemes volt kilátogatni a Városház térre. De ezen a rendezvényen fitness és gyermekprogramokkal, valamint színpadi produkciókkal is várták a közönséget. Ez a 300 forintot támogatja. Ebbe a füzetbe lehetett gyűjteni a szűrés után járó pontokat, minden beragasztott matrica után pedig a gyógyszergyár 300 forintot fizetett a megyei kórháznak. Egy pont 300 forint támogatást jelent a mi kórházunknak. Varga Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arra biztatta a résztvevőket, hogy merjenek tenni egészségük védelméért. Figyeljünk oda a szűrésre, hogy ne történjen meg az a pillanat az életünkben, ami nagyon-nagyon felborítja az addig megszokott lelki harmóniánkat. A kezdeményezés mellé állt a város is. Breyer Éva, a polgármester, a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a fehérváriak figyelmét. Az elmúlt két évben több mint 36 ezer ember vett részt a programokon, és majdnem 20 ezer ember tudtunk leszűrni, 5 ezer esetben tapasztaltunk rossz eredményt, tehát azt lehet látni, hogy létjogosultsága van az ilyen típusú lakossági szűrőprogramoknak egyértelműen. Ez a két év nem csak a szűrővizsgálatokon résztvevőknek volt tanulságos, hanem annak is, aki arcát, nevét adta az akcióhoz. Nem fér bele semmilyen típusú kompromisszum. A történet ugye erről szólt, hogy ültem Baján, ugyanígy egy ilyen napfényes délelőtt, és különböző okokból nem tudtam járni sportolni, picit úgy elengedtem magam, volt rajta kicsit fölösleg, kicsit budjant a pocim. Az se baj, ha az ember önazonosul magába, csak ha elvállal egy ilyesmit, és erről beszél, akkor az nyilván szánalmas látvány, és nagyon ritkán szivarozom, egyszerűen egy ilyen póz részemről, de akkor speciál, ott ültem, ittem a kávémat, és tényleg évi három szivarom között az egyiket, mielőtt fölmentem volna a színpadra, elszívtam, és odalépett hozzám egy úr, és a szememben ez egészség, aha. És tényleg egy picit meg is bántottam, hogy mit kell itten kekeckedni kora reggel, és aztán rájöttem, hogy neki tökéletesen igaz. A vércukorszint méréstől a táplálkozási tanácsadáson át a vérnyomásmérésig szinte minden fontos szűrővizsgálatot el lehetett végezni az egészségnapon. Egy szemléletet jelent, és azt gondolom, hogy ezért nagyszerű ez a kezdeményezés, mert manapság a gyógyítás az hogy zajlik, bemegy a beteg a rendelőbe, a doktor megméri a vérnyomását, fölül egy pirulát, előre gyártott pirulát, elmegy a szupermarketbe, idézőjelbe kiváltja, és tulajdonképpen egy személytelen iparággá avazsát már a gyógyítás ma. Na most ez talán a lényegre helyezi vissza a hangsúlyt, a megelőzésre, a kommunikációra, és az orvos beteg, ne nevezzük betegnek, gyógyító és az őt főkereső közötti viszonyra helyezi vissza a hangsúlyt, és ez nagyon fontos. A Gyógyszergyár Egészségváros programja két éve járja az országot, a Városházán összegyűlt tömeg pedig bebizonyította, a fehérváriak is fontosnak tartják a megelőzést.